A Madalina György kezei alatt romjaiból újjáépülő Ibrányi csapat 16 pontos előnnyel végzett az élen a megyei másodosztályban, így sokan bajnok esélyesnek kiáltották ki a megye egy őszi indulásakor. A gyulaházi döntetlent követően Zsinórban 4-szer győzött az Ibrány, majd 2x után újabb 3 siker következett. Félegyháziék egészen az őszi zárófordulóig a tabella élén álltak, a szomszédvár nagyhalásztól elszenvedett vereséggel azonban lecsúsztak a második helyre. Amikor vége van egy szezonnak, és akár bajnok lesz a csapat, akár nem, akkor azért az élet az egy nagy rendező. Hát itt is átrendezte, mert voltak emberek, akik megváltozott családi körülmény miatt, voltak, akik szakmai okok miatt más klubot választottak. Ezt próbáltuk gyorsan orvosolni, úgy gondolom, hogy sikerült is. És hát az akkoriban rendezett Magyar Kupa meccseken, fölkészülési mérkőzéseken azért bizonyítottuk, hogy a lendületünk nem tört meg, talán még egy kicsit jobb is lett a csapat, jobban is játszottunk, és hát az elején természetesen, hogy óriási sikereket értünk el, hisz olyan csapatokat vertünk meg, akik most ott vannak az élbolyba, és hát nem rossz játékkal, és nagy gólarányú győzelmeket értünk el. Ez reményt adott arra, hogy hát a folytatás is ilyen lesz, aztán nem így lett. Az őszi szezon hajrájában elveszített pontok az edző szerint a szinte példátlan sérülés hullám számlájára írhatók. Szerintem minőségben nem voltunk rosszak, viszont mennyiségben kiütközött a 8. fordulónál, hogy hát ezzel vannak gondok. És aztán hát beszéltem már többször róla, hogy példátlan sérülés hullám söpört végig a csapaton, ami még az elején nem tört meg bennünket, mert még nagyon értékes győzelmeket arattunk, elég ha csak a Kisvárdát, a Nyírgyulajt, a Vásárost, amint Baktát említem, de aztán elért a végzet bennünket, amikor már tényleg a 11-ből is kiesett egy emberünk, és azt már tudtuk pótolni, belefáradtunk, ott volt a győzelmi kényszer, aztán nem úgy jöttek össze a dolgok, de ha ennek tükrében nézem, amiket elmondtam eddig, akkor azt kell mondjam, hogy még így is elégedettek lehetünk. Az Ibrány hátránya mindössze 2 pont a Nagyhalásszal szemben. Annak ellenére, hogy szinte egész ősszel Madalina György együttes állt a tabella élén, nincs feljutási kényszer a csapaton. Először a feltételt kell megteremteni, hogy valaki följusson egy osztálya följebb. Mondjuk az NB3-ban óriási követelmények vannak, hogy annak megfeleljünk, ahogy elmondtam, még nagyon sok mindennek létre kell jönni, de ha úgy lesz, hogy meg tudjuk nyerni a bajnokságot, ami nagyon-nagyon nehéz lesz, mert sosem lehet tudni, hogy nem-e történik velünk ilyen szerencsétlenség, ami ugye történt, akkor majd beszélhetünk róla, hogy mit fogunk csinálni. Az ibrányi futballisták január 9-én találkoznak először a téli pihenőt követően. A csapat január 13-án címvédőként indul a Nyírerő Kupa kispályás tornán, majd a műfüves téli bajnokságon is pályára lép Madalina György együttese.